Gondolhatnátok, hogy a sörfőzdék, meg hát maguk a sörök ebből nem jöhetnek ki jól, de azért rám is kell gondolni valakinek, például saját magamnak. Tudom jól, hogy én ebből nem jöhetek ki jól. Tehát ütöm itt a kicsiket, igazából felháborító. Senki se szereti nézni, hogy bántanak egy kicsit, vagy bántanak egy szegényt, vagy hát szóval, hogy egy esélytelent még beledöngölnek a földbe. Bárki azt hiszi, hogy én szívesen elkésztem a Palóc, a balassagyarmati Palóc sörfőzdét, hát nagyon téved. Beleígyak. Ezt ki sem merem tölteni. És pont még három poharam van. Szedd össze magad, Szabi. Igazából, na jó, a csíkisör az egy kicsit más, mert tényleg, hogyha van egy tulajdonos, akit kitömnek magyar állami pénzzel és bűnöző létére diplomata útlevelet kap, szóval na, azt én nem nevezném kicsinek és szegény szerencsétlennek, de hát azért tele van az ország ilyen hát nem túl nagy főzdékkel, akik mintha az életükért küzdenek, és akkor jön ez a ficsúr, a youtuber, aki meg megmondja, hogy micsoda szar, és kiröhögi őket, szóval... Na, nem fogok én ebből jól kijönni. Hol a levél, amit Szabi küldött, egy pillanat. Kedves Robi, ahogy ígértem, küldöm a Corvinburg portfóliót, amelynek tagjai között szerintem fogsz találni erős versenyzőket, akár a nagy díjra esélyeseket is. Eddig egyedül Újbudán, az Öcsémék utcájában lévő egykor Reálként működő boltban találkoztam ezzel a márkával. Mindegyik palackot olyan 550 forint környékén árulják, személyes kedvencem a Dunai Ászok. Ja, ez nem az, de majd mindjárt az is jön. Mindet még én sem mertem megkóstolni. Rátárul ez a nemes teher, köszönöm. Sajnos nem figyeltem, a Vörösnek és a Szilvásnak nem soká lejár a szavatossága, bár nem hiszem, hogy ez még képes lehet bárhogy is rontani rajta. Barátsággal, Szabolcs. Köszi, Szabi! Corvinburg, az ember azt gondolná, valamilyen szinten köze van Mátyás királyhoz, de hát nincs. A Corvinburg, hát a brandépítő tevékenység következménye. Ez az Akpedo Kft. Orgoványról. Orgovány, ugye Bács-Kiskun megye, hát közel Soltvadkerthez, Kecelhez és általában az Aranyháromszöghöz. 550 forint egy liter. Ez igazából nem kevés ám. Szóval 2,25 egy fél literért. Ez pont az a... kiszállt fölsz. Dolgoztam én a moslékosba, a szombathelyi Garasin laktanyában. Egy olyan napon, amikor darástészta volt hamis gulyással. Szóval, most még a nap is kisütött, figyelj. Van karamellmaláta. Szóval, forradalomból is többféle van. Van az angol polgári forradalom, a nagy francia forradalom, mondjuk annyiban megegyeztek, hogy a királyt a végén kivégezték, de hát ez még mindig istenes volt a bolsevik forradalomhoz képest, hiszen ott még ugye a királylányokat is, tehát ott ilyen gyerekgyilkosságokba is torkolott. Sörforradalomból is többféle van. A magyar sörforradalom is valójában kettő volt, tehát volt a 2010-es évek eleje, amikor a ma, hát neves rendes... Az elején olyan karamellás pöff volt, ez a karamellás moslék, tényleg az a gőzölög a januári fagyban, a frissen bevurkolt, illetve kihajított darástészta. Van benne karamellmaláta. Szóval egyrészt volt ez a sörforradalom, másrészt már csak a régi öregek emlékeznek, de volt egy sörforradalom az 1990-es évek elején is, amikor valami állami támogatás révén, vagy nem tudom hogyan, egy csomó sörfőzde ekkor alakult, és ekkor alakult szerintem ez az Akpedo, Akdepo,
orgoványai. A Korvinburg brand gyökerei oda nyúlnak vissza, állítólag bagóért lehetett csinálni egy sörfőzdét, és a 90-es évek elején így valami 140 kis főzde volt Magyarországon, akik ontották a sört, és akkoriban annyira rosszak voltak a nagyüzemi sörök, hogy igazából ők olcsóbbak tudtak lenni, és még jobbak is voltak, mint a nagyüzemi sörök. Aztán a birodalom visszavágott, és a multik szépen kinyírták őket a saját pályájukon, kevesen maradtak életben, de általában, hogyha basszus, egész eddig nem bírt sütni a nap, tényleg, fél órája borongott. Na jó, lehúzom a redőnyt, aztán bekaphatja. Na, így mindjárt más. Szóval, rengeteg kis főzde alakult ekkor, és hát voltak, akik mondjuk tovább tanultak, mint a Békés Szent Andrási Szent András sörfőzde, akik hát továbbra is kraft minőséget, vagy hát inkább az utóbbi években kraft minőséget csinálnak, és hát vannak a többiek, akik Szabi utcájában ellátják ezeket a kis közérteket, ilyen. Pilzeni típusú világos sör. Hát nem pilzeni típusú, mert inkább édeskés. Marke Original Korvinburg Beer. Beer Pivo Birra. Hazai termék. Korvinburg, persze. Mátyás király. Mi? Mert ugye a Corvus az a varjúfélék latin neve. Ilvóvíz árpa malát, a kukoricadar, a komló sörélesztő, szóval 500 forintos literenkénti árból nem tudunk olyan 4,5%-os sört csinálni, amelyik benne lenne kukorica. Egyébként a kukoricát nem érzem, egyszerűen csak egy rossz sör. Lehet, hogy a színe árulkodó, tehát ez a vízbeáztatott papundekli szín. Tulajdonképpen a maga karamell malátásságával nem rossz. A Palóc sörfőzdétől, hát figyelj, a Palóctól az a búza. Tehát na, ennél nem éreznék késztetést, hogy rohanjak a mosogatóhoz és kiköpjem. 3 kortyot simán megittam, de hát mondjuk, ja, és látod, nálam megkapja az esélyt a kis elhagyatott vidéki versenyző, rendes van bíres pohárba. A Szilárd remélem nem néz ide ilyenkor. Nézzünk egy jó Korvinburg barnát. Beer Pivo szintén, hát a címkében is hangsúlyozzák a jelentős barnaságot. Azt mondja, hogy ez 4,8%-os, valahogy annyira szarul van nyomtatva, hogy szemüvegben is alig tudom elolvasni. Ja, hát ugyanabból van ez is kukorica dara. Nem sikerül, hát na akartak ők, a jóra vágytak, de hát aztán valahogy mindig befordult egy kis kukoricadarás teherautó az udvarba, lerakta a cuccot, és bele kellett rakni. Figyelj, ennek milyen jó kis habja! Na és ezek a főzdék, ezek a kis főzdék, állítólag kétféle receptet kaptak egy virágos, meg egy barnát, és mindenki ugyanazt főzte, és boldogan el voltak, mondom, amíg a gazmultik ki nem nyírták őket. Nyilván ezzel a területfoglalásos módszerrel, hogy tehát napernyőket, csaprendszereket, asztalokat és korsókat adnak, és akkor nem árulhatják a másikat, és ezek a nem árulhatnak más márkát, és akkor hát ezek kiszorultak az ilyen kis élelmiszerboltokba, a kocsmákból, hiszen pedig azért a nagy tömeget azt hordóban lehet eladni. És azon is gondolkoznék, hogy ezek egyáltalán, hogy ezeket berakjam-e a Magyarország legrosszabb sörei versenybe, mert tényleg úgy érezném, hogy most egy ilyen átoksújtott, egy szegény kis nyilas misit, mintha őt bántanám ezzel, úgyhogy rakok egy szavazógépet,
majd ott lesz a leírásban, hogy mondjátok meg ti, hogy benne legyen-e a Magyarország legrosszabb söré versenyben, benne legyenek-e ezek, tehát a Palóc, ez a Korvinburg, Gyertyánosból többet nem vagyok hajlandó megkóstolni, a maximum, ha nagyon akarjátok. De ez egyelőre, ez a kettő a kukoricatartalom ellenére is csak átlagos rossz sör, tehát nincs benne, nincs meg bennük az X-faktorna. Fekete ászok, ír jellegű vörös sör, ír jellegű vörös sör és fekete ászok, azért na. Jellemző, hogy dunai ászok, ebben nincsen dunai ászok, akkor a fekete ászokra gondolj, Szabi, mert nincsen semmilyen. Csak a pilzeni, a barna, Korvinburg, ír jellegű vörös. Essünk túl az ír jellegű vörösön, nem? Ó, hát igen. Az ír jellegű vöröset ismerjük, ezeket az ír jellegű bulituristákat ott hánynak hasonlóan a Kazinci utcában, vagy hánytak. Kicsit olyan tyúkolas, libafosos, olyan baromfi ganaj illata van a habnak. Nem tudom, hogy egyébként, tehát valószínű, nagyon kevesen látják meg a saját lakóhelyük szépségét, hogy hát Orgovány, és akkor inkább akarnak egy ilyen németes települést lenni, pedig hát Orgovány, elvileg, hát ahogy utána olvastam, hogy a 13. századi kun betelepítés, tehát ott sok kun volt, hát ugye a kunság, de hogy Orgoványnak hívták a kun vezért. Tehát akkor én inkább egy olyan csúcsos, hüveges, hátrafelé nyilazós, nem tudom a kunok milyen irányba nyilaztak. Hát gondolom, amerre a cél volt. Mi is ez az ír jellegű vörös? Hát, figyelj. Szűretlen? Istenemre, valami van benne a brit kenyerességből tényleg. Ja, ez a barna, mi is ez, hol van, írvörös. Ez lehet, hogy felső erjesztésű. Ilyeneket tudnak? 5%-os alkoholtartalom? Azt mondja, ivóvíz, pilzeni maláta, karamell maláta, répacukor, komló. Hát, hogy felső erjesztésű, én nem tudom. De valami nagyon, nagyon távoli kenyeresség van benne. Ez se olyan belőtrázóan szar. Nyilván rossz vétel, tehát árérték arányban egy igazi katasztrófa, de a Palóc sokkal rosszabb volt. Na jó, fekete ászok, nem tudom, hogy a delíriumnak mely stádiumában gondolja azt az ember, hogy ő meginna egy... Jó, hogy erre nincs is ráírva, hogy Korvinburg. Azt akkor hogyan? Ez egy másik brand. Több brandje van, mint az Eichbaum főzdének. Ugye van a Majmos, van a Steam Brew, hát ez az orgoványi Steam Brew. Fekete ászok, prémium, Jesus. Prémium 4,8%. Orgoványban úgy gondolják a prémiumot, lehet, hogy az vagy a prémium, hogy akkor is még kapsz 2 zsák kukoricát, mert ugye ivóvíz, árpamalát, a kukoricadar, a komló, sörélesztő. Továbbra is az orgoványi Akpedó Kft-nél járunk. Ennek van valami köptetős illata, hát a hab az elült, az ír vörös. Figyelj, az ír vörösnek még mindig van. Fekete ászok. Van teste, de ennek már van valami édesítős, szeresen aszpartámos utóíze, pedig az előzőben volt a cukor. Hát lehet, hogy ezek kicsit megborítják egy kis édesítőszerrel. Rossz, Szabi, rossz hírem van.
Ezek nem olyan szörnyűek, hát rosszak, nagyon rossz vételek, ennyi pénzért szinte csak jobb sört lehet kapni. Tehát az a rossz hír, hogy 2020-ra a Borsodi is, és a Soproni is, és szerintem a Pécsi is 225 forintért már fél literesben is, tehát nem kell hazavinned egy egész literes pillepalackot, ennél jobb sört ad. Fekete ászok. Tarararam, tarararam. Ugye Orgoványban is azért tombol ez a szeszipari pedofília, hiszen a fiatalok, meg hát a nők erősebben érzik a keserűt, és ezért kevésbé tolerálják, de hát őket is rá kell szoktatni, meg hát ki kell szolgálni a piacot. Na most a többinek júniusban jár le a szavatossága, ennek május 14-én, úristen, ma 27 van, akkor ennek már le is járt, és látod, van egy ilyen szavatosságjelző az alján, kezd kidudorodni, és akkor így elkezd billegni a palack, hogy hú, itt lehet, hogy baj lesz. Mondjuk az a vicces, hogy teletölteni sem nagyon sikerült a palackot. Óvatosan fogom bontani. Magyarországon készült kisüzemi sör, 4,5%. Na vajon mennyi szilvavelőt tartalmaz? Ivóvíz, árpamalát, a kukoricadarab, komló, sörélesztő, szilva sürítmény, cukor, kálium, szorbát, szőlőhéj kivonat. Mi ez a tombolás? Citromsav, pasztőrözött. Hát, hogy is mondjam, a pasztőrözés... pasztőrözés hagyott a palackban mikroorganizmusokat, hiszen azok dagasztják ki más. Az is lehet, hogy sőbomba. Ah, talán a mérge kijött. Nem. Ennyire szigorúan bánik azzal, aki nem issza meg? Figyelj. Csapolt. Draft. Akkor is azért is megkóstolom ezt a remeknek ígérkező ezt a remeknek ígérkező szilvássört. Hát figyelj, Szirár, csinálunk neked egy kis reklámot, remélem örülsz. Ó, közben itt jön tovább. Hát ez figyelj, nagyon komolyan bünteti, ha hagyod lejárni a szavatosságot. Véglegesen eldeformálódott a palack alja. Ezt már nehéz is megállítani. Van egy kis ecetes szilva szaga. Szép a sör, nem? De ugye? Oh. Az a kálium szorbát pasztőrözött. Hát, lehet, hogy fölmelegítették 30 fokra. Ott a lágerélesztő elhalt. Olyan igazi szintetikus műanyagos. Nagyon jó. Ajánlom. Kicsináltam mágia rakás sört. A hop fanatik. Oda, ez jó is lett volna, és ízre is jó lenne. Nézz körül a kamrában, és a végén csak össze tudsz hozni egy mágia rakást. Ez az. Halló Orgovány, csináltok ti süteményről elnevezett söröket, van még egy csomó üresedés. Mákos beigli. Diós beigli. Meg itt a flódni. A francia krémes. Nagyon egy akpedó francia krémes Korvinburgra, abszolút vevő lennék. Na, lassan ihatóvá válik. Lányom kapott most tengerigenyókat, ezt a sórákot, és a sórák tudja valahogy ilyen állapotba hozni a vizet, hogy nem tudom, hogy petézik bele, vagy kakil, vagy mindkettő. Nagyon furcsa, nagyon bizarr. Igazából se szilva, se sör. Basszus, ez meg közben jön belőle. Oh, ez fájdalmas. Érdekes, hogy nincs szilva illata. Ah.
ez most ha csak egy olyan kóstoló lenne, akkor szemüvegtisztító folyadékra gyanakodnék első helyen. És a szilvát jelölném meg utolsó helyen, és a sört. Fantasztikus. És hogy mitől romlott meg, ennyire gyorsan, jól tároltam, hűtőben volt, és nagyon nem régen járt le a szavatossága. Tehát annak fényében, hogy nem régiben kóstoltam ugye egy-másfél éve lejárt osztrák és német söröket, hát hogy is mondjam, azoknak egy kicsit jobban bejött az élet. Minden esetre, hát nézzük a dolog pozitív oldalát, keletkezett a hűtőben 5 liternyi hely. Fú.